Most rakjuk föl a holnapi kiállításnak az anyagát itt a Cségi Mesi Éva teremben. A témája az a Szászföld, a címe Siebenbürgen utazások a Szászok földjén, és 1970-től egészen 2009-ig terjedő vannak itt grafikák. A korábbiak, tehát a 70-es évekből fekete-fehér tusrajzok, és aztán a 2000 körüli évektől számítva pedig mindszínes pasztel rajzok. A rajzok egyébként helyszínen készült grafikák, tehát nem műtermi rajzok, és igazából egy olyan kiállítás, ami hát egyrészt hódolat ennek az építészeti kincsnek, ami itt a Szász vidéken megtalálható. Másrészt pedig ezt próbálom itt bemutatni, hogy hogyan illeszkedik bele ez a történelmi örökség, és hogyan illeszkedik bele ez az építészeti örökség abba a tájba, ami Erdélynek az egyik legszebb vidéke. Nem olyan madregényes, mint a Székelyföld, és nem olyan szelíd, mint a Szilágyság, hanem éppen közötte van pont az az erdélyi dombság vagy dombvidék millió kicsi rejtett völgyével, amit az ember annyira tud szeretni, és ami annyira a szívünkhöz nőtt. Mikor került sor a megnyitóra? A megnyitó az holnap, azaz szerdán este 6 órakor lesz itt a Minerva Egyesületnek a Cségi Mesi Éva termében. És a megnyitó után a Murád Jenő művészettörténész fogja tartani. A megnyitó után pedig bemutatjuk a Szilágysági úti rajzok című kötetet, ami a Kriterion gondozásában jelent meg. Az én munkáimból azok 2007-től 2007-2008-as munkák, és egy viszonylag érdekes szövegrész csatlakozik hozzá, úgyhogy mindenkinek ajánlom szeretettel a figyelmébe nem csak a Szász, hanem a szilágysági anyagot, az még kevésbé ismert, még a magyar közönség számára is, mint ez, amit azért elég sokszor láthattunk.